Az elmúlt napokban már megtapasztalhattuk a tél igazi arcát, ezzel együtt a téli közlekedés velejáróit is. Az eső, havas eső és hó miatt csúszós utak, a rossz látási viszonyok, köd, szürkület mind nehezítik a közlekedést az elkövetkező időszakban is. Épp ezért az emberek nagy többsége már jóval a tél beállta előtt tudatosan felkészült. Átcserélem a téli gumira, megnézettem a fagyállót, ugye, az fontos. Más, ugye, főleg ha esik a hó, lassabban megy az ember, csúszósabbak az utak, óvatosabban kell, oda kell figyelni, párásodik az ablak, stb. A megváltozott közlekedési körülmények váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket. Éppen ezért fontos, hogy a gépkocsi vezetők vezetés technikailag is felkészültek legyenek. Hát ez csak úgy működik, ha az ember észre ül abba az autóba és úgy nyomja azt a gázpedált. Másképp a jeges úton teljesen mindegy, hogy milyen gumi van fönn, ott az autó, az csúszik, az megy. Itt csak az emberen múlik, aki fogja a kormányt, hogy vezet. A tél azonban nem csak a sofőrök számára kemény időszak, hanem az autóknak is. Főleg azért, mert sok járművezető nem szán arra időt, hogy téliesítse az autóját. Zord időjárásra ugye természetesen nem lehet felkészülni nap mint nap. Ugye ha jön van, ha nincs, akkor ugye 16-7 fokok vannak. Ugye hát sajnos a mi időjárásunk most már nem lehet azt mondani, hogy van 4 évszakunk. Van egy kicsit néha hideg, van egy kicsit ugye jó idő is a téli időszakban. Ha most ugye, hogyha leesik egy akármint mostani, ez az 1-2 centi hó, természetesen nem úgy kell készülni, hogy most akkor megyünk dolgozni, és elkezdünk 60 km-es sebességgel haladni a főúton, mert ugye sokkal több bajt csinálunk, mint hogyha ugye optimálisan közlekednénk. De ugye az, hogy a garázsból elinduljunk, vagy akár az autó parkolójából, ugye azt tudni kell, hogy milyen gumink van a járműben, világításaink rendben vannak-e, az ablaktörlőink rendben vannak-e, fagyáló van-e az ablaktörlő, vagy az ablakmosóban, mert ugye sajnos, ha odafagy, hát nem fog kilátni rajta ugye senki. Az, hogy ugye ha belekerünk egy olyan szituációba, hogy megcsúszik, megfarol a jármű. Ugye itt lehet minden, sok mindent hallani. Ide kormányzunk, oda kormányzunk, ellent kormányzunk. Én mindig azt szoktam javasolni, túl nagy balhét ne csináljanak, hogyha csúszik, az úgyis fog csúszni. Fontos, hogy az útkanyarulatokat mérsékelt sebességgel és körültekintéssel közelítsük meg, hiszen az ott megjelenő vízátfolyások, lefagyások, a nem megfelelő sebesség és esetleg a kopott, nem megfelelő bordamélységű gumiabroncs miatt a baleset bekövetkezhet. A kormányzásnak akkor van lehetősége, meg jelentősége, hogyha az autó valamelyik kereke még alkalmas hajtásra. Akkor ugye van értelme, hogy még elfordítsuk erre vagy arra, hogy az öme autó az nem 4 kerékhajtásos, 2 kerékhajtásos, ott nagyon kevés ez az esély. Sőt, hogyha kormányzunk, vagy valamit teszünk, még nagyobb az esély, hogy belesünk az árokba. Vagy neki megyünk esetleg a másik járműnek. Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk haladó mögött, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat. Ebben az időszakban és útviszonyok mellett előnyösebb a motorfék használata és a szakaszos fékezés. Az, aki bizonytalan az ilyen időjárásban, ugye akármilyen felszerelt az autója, akár gumilag, akár bárhogyan a kerékhajtásokra, akkor inkább próbáljon meg más közlekedést választani, hogy az a legbiztosabb. De ugye, ha mégis ugye kikerülünk a közútra, ugye az előbb már említettem, hogy próbáljuk ne akadályozni a többi autóst vagy a járművezetőt, tartsuk be azért a követési távolságokat nagyobbat, mint egy nyári közlekedésben, ugye, mert hát, ha mégis lassítani kell megállni, ugye az, hogy ezek a fékutak a csúszós úton, hogy változnak, az sajnos csak mindig az az adott körülmény adja meg, ugye ezt nem lehet egy sárfelhordás, egy szél átfúvás, ami ugye most a napokban természetesen volt itt a főúton is, meg egyéb mellékutakon is, arra nem lehet felkészülni, nem kell kapkodni, nem kell fékezni, keresztül kell rajta hajtani. Ne feledjék, ez csak pár jó tanács, ami a téli időszakra jellemző baleseti fajták megelőzését szolgálja. Vezessenek mindig körültekintően, az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően.